Ahogy megszületik egy lélek, hamarosan találkozik egy védőnővel is, aki a szülei mellett óvja és a gyermek egészségi állapotát követve jelen van a család életében. Június 13-án őket, a védőnőket ünnepeljük Magyarországon. Ez alkalomból Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is köszöntötte a hatvani védőnőket. Ma van a védőnők napja, és hát köszöntöttem a védőnőket, mind az óvárosi, mind pedig az új hatvani védőnői szolgálatnál. Mi nagyon hálásak vagyunk nekik. Az egész országban nagyon sok védőnő dolgozik, ők segítik a kismamákat szülés előtt, szülés után, a gyereknevelésben tanácsot adnak, odafigyelnek, nagyon nagy feladat van rajtuk. Ez egy hungarikum, egy különlegesség, egész Európában nincs ilyen, mint itt nekünk magyaroknak, és mi nagyon hálásak vagyunk ezért a szolgálat létrehozásáért az őseinknek. Egy igazi hungarikum, amire 108 éve büszkék lehetünk, hogy Magyarországon felismerték, mekkora szükség van olyan képzett szakemberekre, akik szinte a fogantatás pillanatától támogatást nyújtanak a szülővé válás útján. Az U60-i mellett az Új-60-i városrészen lévő védőnői szolgálat munkatársait is köszöntötte az országgyűlési képviselő. Ma a védőnők napján azt kívánom, hogy legyen minél több munkájuk, hogy szülessen minél több gyermek, hogy legyen minél több feladat, és bízunk benne, hogy ezzel gyarapodik nemzetünk, és hát egyre büszkébben tudjuk felemelni a fejünket, hiszen egyre többen leszünk. Én ehhez drukkolok nekik, még egyszer köszönöm minden magyar védőnőnek a munkáját, és nagyon szép időszakot, örömteli jövőt kívánok mindannyiunknak. Az állam tehermentesíteni szeretné az önkormányzatokat a védőnői szolgálatok működtetésével. Átalakíthatják a védőnői hálózatot. Az iskola melletti földterület Tenken hamarosan betöltheti új funkcióját. Épül már a bölcsöde, amely több éves álma volt a tenkieknek. Terület és településfejlesztési operatív programon közel 273,5 millió forint támogatást nyertek el a beruházásra. A pályázat a teljes költségvetés 100%-át támogatja. A bölcsödével a helybeli kisgyermekes családoknak szeretnének kedvezni. Itt vagyunk Tenken a Szabadság úton, itt épül az új bölcsödénk, egy 427 négyzetméteres épületről van szó. Látjuk, hogy már állnak a falak, egy 20%-os készültség a mostani állapota. Már láthatóak a helyiségek, van egy csoportszoba, szükséges raktárokkal, kiegészítőkkel, tejkonyhával, teakonyhával, mindennel együtt. Én úgy gondolom, hogy Tengnek ez egy ékessége lesz, és bízom benne, hogy jövő tavasszal már itt gyerekek lehetnek. Tenken a gyermekszületések száma 10-15 között mozog évente. A tenki kisgyermekes szülők is várják már az intézmény felépülését, de elképzelhető, hogy a szomszédos településekről is lesz érdeklődő. Egy település lelkét többnyire a civil szervezetek jelenléte, aktivitása is jelzi. Horton is sokan éreznek felelősséget kisebb célok megvalósításáért, vagy a közbiztonság fenntartásáért, a katasztrófák elhárításáért. Egy-egy közös program során a civilek össze is fognak. Ezúttal Hortra látogatott el Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, hogy civilekkel, a település vezetőivel beszélgessenek, felmérjék az igényeket. Arról beszéltünk, hogy Horton mi a fontos. Hort nagy település, nagy község, tudják, hogy mit szeretnének, mindig elmondják a gondolataikat, én meg a magam részéről támogatom maximálisan. Próbálunk úgy együtt dolgozni, hogy az minél szebb és minél jobb dolgokat hozzon. Akár iskola, óvoda, bölcsöde, művelődési ház, közösségi terek, maga a település, utcák, járdák, egy szóval minden nagyon fontos. Mi együtt dolgozunk és együtt építjük Hortot. A Horti Nyugdíjas Klub tagjai mellett találkoztak az egyik legjellegzetesebb horti civil szervezettel, a pántlikásokkal, és ugyanígy beszélgettek a sportegyesület, a Hölgy Klub tagjaival, a tűzoltókkal, polgárőrökkel, valamint a képviselőtestület jelenlévő tagjaival. Mai nap délutánján Szabó Zsolt országgyűlési képviselő látogatott el Hortra, elsősorban civil egyesületekkel, klubokkal folytatott beszélgetéseket, ötleteltek, tanácsokat kapott, igényeket jelentettek be a klubok, egyesületek, közös erővel azon vagyunk, hogy ebből minél több megvalósuljon.
ugyanakkor a település egyéb hétköznapi igényére is odafigyeltünk. Nagyon tartalmas, nagyon fárasztó délután volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a képviselő úrnak, hogy tiszteletét tette nálunk, és reméljük, hogy máskor is ugyanilyen jókedvel és hosszú beszélgetésekkel fogja elfogadni a meghívásunkat. Horton 2022 őszén külterületi útfejlesztésbe fogtak, hogy a mezőgazdasági gépek a külterületi úton el tudják érni a mezőgazdasági területeket, elkerüljék a főutat. 3,5 kilométer az nagyon sok, így legalább nem a főutat sarazzák. Aki saras időben, főleg Hortnak a déli részén próbált a földutakon közlekedni bármilyen típusú gépjárművel, na azt tudta, hogy mit jelent az, hogy elakadni. Hála az égnek a vidékfejlesztési program 6-os prioritásából Hort pályázott, és több mint 3,5 km hosszan, 5 helyrajzi számon megnyert pályázatot. Ez is látszik, hogy gyönyörűen nagyméretű kavics, tükör, nagyméretű kavics, apróbb kavics a teteje lerendezve. Előkészítettük úgy az utat, hogy erre már egy másik pályázatból, majd később, esetleg aszfalttal leborítva, szuper jó útminőséget lehet elérni. Ez egy útalap szerkezetű, nagy teherviselésű út, ami később akár aszfaltozható is. Sokan nem tudják, hogy Horton erős a mezőgazdasági tevékenység, a helyi szövetkezet, amely jól működik. Szerintem remek minőségben elkészült, rekordidő alatt. A mezőgazdasági gépek elkezdték használni, ezzel jelentősen csökkent a 3-as számú főútvonal mezőgazdasági gépterhelése. Nagyon örülnek neki a lakosok, örülnek neki az őstermelők, a gazdálkodók és a szövetkezet is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a magyar kormány segítségét és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő segítségét, hogy ilyen gyorsan, ilyen minőségben megvalósulhatott ez az út. A hortiaknak nagyon fontos a kialakított út, s bíznak benne, hogy még tovább tudják majd fejleszteni, mind belterületi, mind külterületi szakaszon egyaránt. Vége van az iskolának, kezdődik a nyár és a szünidő. Mint minden évben, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság idén is tanácsokat adott a gondtalan nyári hónapok eltöltéséhez. A nyárra jellemző nagy hőség jelentősen megviseli az úton közlekedők szervezetét. A magas hőmérséklet hatására a reflexek tompulnak, a járművezető figyelmetlenebbé, türelmetlenebbé, agresszívabbá válik. Gyakoribbá válik az úgynevezett elalvásos balesetek előfordulása. Ebben az időszakban a kedvező útviszonyok hatására jelentősen nő a járművek sebessége, és ezzel egyenesen arányosan emelkedik a baleseti kockázat, illetve a bekövetkezett baleseteknél a sérülések súlyosbodása. A közlekedőknek adott tanácsokban kiemelték, mindenki türelmesen, kellő önmérséklettel, fokozott óvatossággal és a szabályokat betartva közlekedjen, mindig tartson valamilyen frissítő folyadékot magánál, és gyakran fogyassza azt. Indulás előtt szellőztetéssel, klímaberendezés használatával hűtse le járműve utasterét, hosszabb utak alkalmával tartson többször rövidebb pihenőket. A vakációzó kerékpáros és gyalogos gyerekekre fordítson kiemelt figyelmet, szívbetegként ne induljon hosszabb útra. A gyermekek nyári közlekedéséről kifejtették, a szünidő beköszöntével jelentősen megnő az úttesten szaladgáló, kerékpározó gyermekek száma, ami komoly veszélyforrást jelent a mindennapi közlekedésben. A legtöbb tragédia azért következik be, mert a gyermekek a szabályokat nem tartják be, figyelmüket leköti a játék, gyalogosként és kerékpárosként váratlan manővereket, mozdulatokat tesznek. A gyalogosok figyelmét felhívják a járdán, ahol az nincs szorosan az úttest szélén, lehetőleg forgalommal szemben közlekedjenek. Szürkületben, sötétben viseljenek világos ruhát, illetve valamilyen fényvisszaverő eszközt. Ne lépjenek hirtelen az úttestre, kerüljék az állójárművek mögötti úttestre lépést, válasszák a gyalogos átkelő helyet. Kerékpárral, kerékpárúton vagy az úttest jobb szélén lévő kerékpársávon, ahol ilyen nincs, a leálló sávon, vagy az útpatkán, végső esetben az úttesten közlekedjenek. Kerékpárját kellően világítsa ki mindenki, és éjszaka korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül vegyék fel a láthatósági mellényt. Kulissza titkok és élménybeszámoló, a 60-i polgári szalonban Szabó Zsolt következő vendége, Pataki Attila, az Edda Front embere lesz. Ez egy életforma, először is ott kezdődik az egész, egy életforma, egy lehetőség, és mi igyekszünk, vagy igyekeztünk profivá felnőni
a lehetőség és ez a feladathoz, és aztán az asszisztensemmel, akivel 24 éve dolgozunk együtt, ott a hangmérnököm ott van hátul, a Csendes Don, és ővel állapítottuk meg, és hoztuk meg a, sőt, aztán az övé volt, ne menjem el tőle, hogy ő találta ki azt az alapaxiomát erre, hogy mi a profizmus. Sok minden formában meg lehet ezt közelíteni, lehet magyarázni, de a profizmus, és igaza volt azóta nekem ott is használatom, a profizmus az egy igényszint. És kész. És nekünk van egy igényszintünk, nem. Az Edda tábornak van egy igényszintje, és mi ezt az igényszint alatt nem vagyunk hajlandók teljesíteni. A teljes beszélgetést műsorunk után önök is megtekinthetik, ahol természetesen nem maradhatnak el a jól ismert slágerek sem. Idén is eljött az a pillanat, amikor megnyitja kapuit a 60-i strand. Június 17-én várnak minden csobbanni vágyót a szezonnyitóra. Az idei évtől egy családi csúszdával bővül a strand családbarát kínálata. A strand nyitvatartási ideje minden nap reggel 6 órától délután 7 óráig tart. Kiskörén a Ringató strand június 16-án szombaton nyitja meg hivatalosan is a kapuit a látogatók előtt. Kétnapos nyitóbulival várják a szórakozni és strandolni vágyókat. Délután 3 órától 10 óráig várják zenével a kilátogatókat. Falunapot tartanak Tarna-Szentmiklóson június 17-én szombaton a sportpályán. Főzőversennyel, kispályás focival, 9 órától ugrálóvárral, arcfestéssel, lufi hajtogatással, cukorágyúval, kültéri fajátékokkal, darcfocival, pálinka mustrával készülnek. A helyi óvodások műsorát követően 10:30-től a Hevesi Mazsorett együttes műsora következik. Különféle versenyeket is szerveznek, lehet fánkot enni, zsákban futni, és a sörivókról sem feledkeznek meg, számukra is egy versenyt szerveznek. A kilátogatókat délután 1 órától habparti várja. A napot délután 7 órától utcabállal zárják. Szombaton a Dunától keletre lesz felhősebb az ég. Elszórtan zápor, esetleg zivatar kialakulhat, északkeleten néhol tartósabb eső előfordulhat. Többfelé élénk lehet az északi-északnyugati szél. 60 térségében 26 fok körül alakulhat a maximum. Vasárnap a keleti-északkeleti tájak felett eleinte több felhő lehet, majd országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán északkeleten fordulhat elő. Az ország középső harmadán többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Délutára már 27 fokig melegszik a levegő. Hétfőn is sok napsütés várható, csak néhol fordulhat elő rövid ideig tartó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a nyugati-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul.